200 oldalas ellenkérelmet adott be a magyar állam a KNTH bank elleni perében. A per tárgya a fogyasztói hitelszerződések egyoldalú módosításának tisztességtelen gyakorlata. A bíróság a beadványra tekintettel ma nem, csak szeptember 9-én hirdet ítéletet. A fővárosi törvényszék viszont elutasította a bank indítványát, amely arra irányult, hogy függesszék fel az eljárást és forduljanak az Alkotmánybírósághoz, illetve az Európai Unió bíróságához. Már a kipakolásnál látszott, volt munkájuk az ügyvédeknek az elmúlt napokban. A kérdés az volt, hogy a pert indító bank be tudja-e bizonyítani. A szerződéses kikötései érvényesek, az állam törvénnyel nem mondhatta volna ki ennek ellenkezőjét. Az egyoldalú szerződés módosítás szabályozó kikötések évek hosszú sorra széles körben alkalmazásra kerültek. Ezzel a jogalkotó, ideértve az országgyűlést, a kormány, a felügyelet, az általuk készített szerződések jogszerűségét biztosítani hivatott közjegyzők egyaránt tisztában voltak. A bank szerint alkotmányjogi nonszensz, hogy a törvény már teljesített, elévült, illetve a jogerősen már elbírált követelésekre is vonatkozik. A fogyasztókat ráadásul 2009-től felmondási jog illette meg akkor is, ha a szerződés erről nem rendelkezett. 2010. decemberében pedig a kormány úgy rendelte, hogy a lakáscélú hiteleknél csak a jogszabályban meghatározottak szerint lehetett egyoldalúan módosítani a hiteldíjakat. A legnagyobb ösztűz a rendkívüli jogrendre zúdult. A törvény szerint a bíróság akkor is köteles berekeszteni főszabályként egy tárgyalás után a pert, ha az ügy nem éred még meg a határozathozatalra. Ezzel sérül a tisztességes eljárás elve a bírói függetlenség is, vélte a KNTH, aki szerint az állam minden perben előre gyártott ellenkérelemmel dolgozik. A jelen tárgyalást megelőző munkanap 16 órakor kaptuk készhez az alkalmas egy újabb ellenkérelmét, amelynek terjedelme meghaladta 200 oldalt. A törvény szabályai szerint nekünk erre az előkészítő iratra is ezen a tárgyaláson kellene reagálnunk. A bank sem maradt adós. A tárgyaláson 22 oldalas előkészítő iratot adott át. Az alaptörvény ellenesség körében. Az állam ügyvédje szerint a devizahiteles törvény nem változtatott a felek jogi helyzetén, ezért nem visszamenőleges, nem sérti a bírói függetlenséget és a jogbiztonságot sem. A rendszerváltás előtt Washingtonban és New Yorkban 1991 óta itthon praktizáló ügyvéd számára meglepő volt az, hogy egy ilyen súlyú ügyben az utolsó napon küldözget beadványt az egyik fél. Én Magyarországon még ilyet így nem láttam, és azt gondolom egyébként, hogy erre nem is lehetett ma a felperesi oldalnak válaszolnia. A polgári perekben Strasbourgnak nincsen konkrét előírása, meddig kell egy polgári pert lezárni, tette hozzá. Az állam képviselője gondosan járt el, hogy akár 200 oldalon is kifejtette álláspontját. A több perben adósokat képviselő ügyvéd szerint a tisztességes eljáráshoz több idő kell. Ha a bíró úgy dönt, hogy elhalasztja a tárgyalást, ez teljesen jogszerűen teszi meg, még ha a törvény azt mondja, hogy halasztásra csak kirívóan indokolt esetben kerülhet sor. Az ítélet hirdetés szeptember 9-én lesz.